Köszöntöm nézőinket! Önök a Kultúrszoma című magazinunkat látják, Gyimóth Éva vagyok. Nem tudták az idei tanévben megtartani hagyományos koncertjüket a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola pedagógusai, ezért, mint jelenleg az oktatásban is, az online térhez fordultak. A koncertet a Tolnatáj Televízió munkatársainak segítségével rögzítették. Online koncertet adtak a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola pedagógusai. A rendhagyó formában megrendezett hangversenyt televíziónk stábja rögzítette. Mi zeneiskolai tanárok most már évek óta hagyományosan, vagy karácsony táján, vagy farsang, vagy tavasz elején tanári koncertet szoktunk rendezni. És hát sajnos most ez a vírus helyzet úgy adta, hogy ugye nem, hogy a zeneiskolában nem járhatnak a gyerekek, koncerteket sem tarthatunk, se növendékkoncertet, se gyerekkoncertet, és fiatal kollégáimnak jutott eszébe, hogy hát ha már használjuk az online rendszereket a tanításra, akkor próbáljunk meg egy online tanári koncertet létrehozni, felvenni, mert hogy annyira hiányzik már nekünk is, a gyerekeknek is, úgy vettük észre, sőt szülői visszajelzést is kaptunk, hogy a tanári megmutatkozás, ami ugye a gyerekeknek például is szolgál, úgyhogy ezért gondoltuk azt, hogy akkor legyen egy online tanári koncert így a tavasz elején. Akik itt most felléptek, nagy izgalommal készültünk, mert hát azért ez más, mint egy élő koncert. Ezt tudjuk, mert ugye mi most itt az online oktatásban a gyerekektől is kértünk felvételeket, és szerintem mi is annyira izgultunk, mint amikor a gyerek egy felvételt hoz. Hát mert mi a felvétel lényege, hogy az tökéletes legyen. A koronavírus járvány miatt a hagyományos nyílt napokat sem tudták megtartani idén az intézményben, ezért a felvétel arra is szolgál, hogy megismertessék leendő tanítványaikkal a választható hangszereket. Már a farsang idején a gyerekekkel együtt a fúvós tanszak készített koncertet, amit azért megosztunk a világhálón, és hát szeretnénk ezt is megosztani, és egy kicsit megmutatkozni, hogy a zeneiskolában milyen hangszereket lehet választani. Ugye most láttunk itt fúvóst, ütőst, gitárt, ezen kívül még ugye a zongora hangszert, a vonós hangszereket, és hát ami fontos, hogy természetesen a kicsik jöhetnek szolfés elméletet tanulni, és egy év után akkor választhatnak a repertoárból. Mi nagyon szeretnénk minél előbb a közönség előtt játszani, mert annak azért más milliója van. Úgy látjuk, hogy sajnos ez a tanév ez így fog kifutni, de bízunk abban, hogy a következő tanévben már találkozhatunk a közönségünkkel, és a gyerekek is találkozhatnak a szülőkkel egy-egy koncert alkalmával. A következő élő koncertig azonban marad a közösségi média felülete az események és információk megosztására. Thank you.
114 évvel ezelőtt halt meg Vosinszky Mór, korának egyik legjelesebb alakja. Az apát plébános régész és a Tolna megyei múzeum megálmodója 53. születésnapja előtt hunyt el. Hogy mi mindent köszönhetünk neki, következő összeállításunkból megtudhatják. Vosinszky Mór 114 évvel ezelőtt, 1907. február 22-én hunyt el egy tüdőgyulladás szövődményében. Előtte azonban még rengeteg értéket hagyott Szekszárdra és a megyére egyaránt. Vosinszky Mór pap volt, tehát egész életében római katolikus plébánosként dolgozott, részben a völgységbe, több településen, majd életének az utolsó bő évtizedében itt Szekszárdon volt apát plébános, ráadásul apáti rangot is kapott az uralkodótól. Tehát ezt a feladatát, munkáját ez folyamatosan ellátta tudományos tevékenysége mellett, amely az 1870-es évekre nyúlik vissza, annak is a végére, amikor pályakezdő plébánosként Lengyelre került, gróf Apponyi Sándornak a birtokára, és az ő támogatását élvezve kezdte el végezni Lengyel határában lévő Töröksáncon azokat az ásatásokat, amely egy új őskori kultúrának a felfedezését hozták mai magával, amelyet a mai napig is lengyeli vagy lengyel kultúrának hívnak a régészek. Ezt a szakmai régészeti munkásságát ezt ettől fogva folyamatosan végezte, tehát a papi tevékenysége mellett, és annak egyfajta ilyen következménye volt, hogy itt a saját, illetve Apponyi Sándor felajánlásából magát a gyűjteményt felajánlotta Tolna vármegye javára, egy múzeum alapítási célra. Ez 1895-ben történt meg, és szerencsére Tolna vármegye közönsége élt ezzel a lehetőséggel, és ekkortól lehet számolni azzal, hogy a múzeum megalakult. Ekkor még nem volt épülete a múzeumnak. Vosinszky első régészeti kiállítását 1899-ben a Garai János gimnázium épületében nyitotta meg. Majd 1901 és 2 között állami támogatásból megépült a jelenleg is működő múzeumpalota. Az, hogy a vasútállomás, illetve a Béla Király tér, illetve a Garai tér között félúton helyezkedik el ez az épület, ez valahol mutatja azt is, hogy Vosinszky, illetve akik ebbe a folyamatban részt vettek, mennyire perspektívikusan gondolkodtak az épületnek az elhelyezést illetően, hiszen a város csak is ebbe a keleti irányba tudott lényegében terjeszkedni, tehát gondolhatni való volt, hogy ez előbb-utóbb belterület lesz, és hát így is történt, most már ez egy belterületi résznek számít. Vosinszky lett 1899-től a múzeumoknak az első igazgatója is, tehát ezt a feladatot is vitte egészen haláláig. 1901-től múzeumoknak, illetve könyvtáraknak az országos főfelügyelője lett, ebből adódóan az egész országban végigjárta a múzeumokat. Tehát ez ugye a Nagy Magyarországot jelenti, tehát nem volt ez jóval kevesebb múzeum volt, de ettől függetlenül nem volt egy annyira kis feladat, tehát viszonylag sokat volt távol Szekszártól. Nagyon fontosnak gondolta saját korát kicsit így megelőzve, hogy az ismeretterjesztés, hogy mennyire fontos a szélesebb rétegek számára is. Tehát itt felolvasó esteket, diavetítéseket rendezett, tehát az nagyon élénk múzeumi élet volt. Annak ellenére, hogy abban az időben csak heti 2 napot volt nyitva a múzeum. Hiszen ez egy egyszemélyes múzeum volt, még utána Vosinszkyt követően is nagyon sokáig, mondjuk így a második világháborúnak a végéig, ezt követően kezdett szélesedni a múzeumoknak a szakmai gárdája. Az apát plébános nagyon sok akadémiának a választott tagja volt szerte Európában. Ez nyilván egy szakmai elismerés volt, helyben leginkább a papi tevékenysége miatt tudták megítélni, illetve az, hogy a múzeumban múzeumigazgatóként itt tart mindenféle előadásokat. Az egykori leírások, illetve visszaemlékezések szerint nagyon kemény volt, és ez nyilvánvalóan a tevékenységében is megmutatkozik, tehát az, hogy ezeket az előbb vázolt dolgokat, múzeum alapítás, múzeum épületnek a át
hajtása vagy végigvitele, ezek mind egyfajta keménységet is feltételeznek. De ő egy nagyon sok nyelvet beszélő, tehát eredendően lengyel származású volt édesapja. Édesanyja német származású volt, magyar volt lényegében az ő anyanyelve, vagy a második anyanyelve, ha úgy tetszik, de hát papként ugye latinul, illetve görögül, majd később franciául is megtanult. Tehát volt egy olyan alaptudása, amelynek a segítségével azért részben a világot is meg tudta ismerni, nagyon sok utazást végzett, tehát utazásban vett részt, főként Európába, de Ázsiába, illetve még talán Afrikába is, igen, Alexandriába is eljutott, tehát Egyiptomba is járt, saját korában ez abszolút nem volt azért szokott dolog. Tehát azt mindenki tudta, aki valamilyen módon ismerte, hogy ő egy nagyon jelentős és tudós ember volt, és mivel fiatalon halt meg, tehát 53 évesen a életének a teljébe, ezért egyfajta sokként is érte a Szekszárd közönségét is az ő halála. Nem is véletlen, hogy egyébként ezt követően azonnal egy szoborgyűjtésbe kezdtek itt helyben, és ez azonban akkor még nem tudott megvalósulni, azonban a szobornak egyfajta terve fennmaradt, egy Franek nevű helyi szobrász egy szobort, gipsz szobortervezetet készített. Ez az alkotás azóta is a múzeumigazgatók mindenkori irodájában található. Ódor János igazgató az interjú készítése alatt egy képeslapot szorongatott a kezében, amiről később kiderült, hogy több mint 100 éves. Ez azért érdekes, mert ennek a bélyegzője 1907. február 8-a, előtte egy nappal Asszíria és Babilon néven tartott még itt a múzeum épületében, pont itt az emeleti részen még előadást, de ezt követően ez a tüdőgyulladásnak a mindenféle szövődménye eluralkodott rajta, és egyre nehezebben tudott már dolgozni. Úgyhogy ez pont egy olyan időszaknak az emléke, ez a képeslap, amit Vitéz Attila adott a múzeumnak, amely Wosinski halála idejében ábrázolja a múzeum épületét. Az 50-es években, amikor a névadás felmerült, tehát hogy konkrétan valakiről elnevezzék az intézményt, pont az ő papi pályája tette ezt lényegében lehetetlenné, hogy róla nevezzék el a múzeumot, akkor még Béri Balog Ádámról, és ez egészen 1989-ig tartott. Ez az időszaka az intézménynek, és 1989. május 19-én a Múzeumi Világnapon vehette föl az intézményünk az alapító Wosinski Mór nevét. Hamarosan elkészül a négyökrös szekér úszdom, a faragott alkotás, amely Petőfi Sándor szerelmes versét idézi fel, a helyi diákszálló udvarát fogja ékesíteni. Az ötlet a Sárszentlőrinc Úszdért Egyesület tagjaitól származik, akik úgy gondolták, szeretnék megőrizni az emlékét annak, hogy a költő egykor a faluban járt. Az országúton végig a szekérrel, a négyökör lassacskán ballagott. Egy részlet Petőfi Sándor híres szerelmes verséből, amelyben a költő elmeséli, hogy egykor Úzdról kísérte haza Sas Erzsébetet Borjádra. 250. Lesz egy méteres kijáró. Napjainkban pedig már a versben említett négyökrös szekér kifaragott változatának helyét tervezik a Sárszentlőrinc Úzdért Egyesület tagjai. Egykori iskolájuk udvarán, ami évek óta tartó munkájuknak köszönhetően folyamatosan szépül. Korábban már állt egy hasonló alkotás az intézmény területén, azonban megsemmisült. A csoport tagjai úgy gondolták, ismét elkészítik a híres négyökrös szekeret, mert nem szeretnék, hogy története feledésbe merüljön. Az úszdi diákok most már az idén 5. éve lesz, hogy ide járunk, és ilyen értékteremtő munkákat csinálunk a volt iskolánk területén, és bennem mindig egyfajta hiányérzet volt, amikor idejöttünk, és a szem az mindig kereste a négyökrös szekeret, ami nincs. És eszembe jutott, hogy mi lenne, ha mi ezt kifaragtattánk, de őszintén megmondom, még magam is meglepődtem saját magamon, hiszen ez egy nagy költség, óriási szervezés. Egy kicsit pár héttel később
többi diák, volt diák társamnak is megmertem említeni, hogy mit szólnátok hozzá. Hát meglepődtek, de támogatóként álltak hozzá a dologhoz, és azt mondták, jó van, Karcsi, te találtad ki, akkor vidd is végbe. És akkor kerestem én egy fafaragó embert, egy gyöngyi fafaragó embert, Horváth Istvánnak hívják, akinek bemutattam a területet, megmutattam, hogy a mi diáktársaink milyen értékteremtő munkákat végeztünk el itt az iskola területén, és mekkora tisztelettel vagyunk a hely és a tanáraink iránt. És ő elvállalta ezt a munkát. Aztán a következő dolog, amit én nagyon szerettem volna, és ez így is lett, hogy ne támogatásból finanszírozzuk meg ezt a projektet, hanem adakozásból. A Sárszentlőrinci úszdi embereknek és nekünk legyen az fontos, hogy a mi pénzünkön készül ez el. A gyűjtés karácsony előtt kezdődött el. Az egyesület meglepetésére még a határon túlról is érkeztek felajánlások. Nagy örömmel, tehát mondhatom azt, hogy még más földrészről, mert Ausztráliából is kaptunk rá pénzt, egy volt iskolatársunk, vagy Németországból is kaptunk. De hát a helyi emberek, a sárszentlőrinci emberek, de hát sorolhatnám Budapest, Gombóvár, Szekszárd, Tengelic, csak ki ne hagyjak valakit, nagy dolog. Tehát mindenhonnan érkeztek. Akinek valamilyen kötődése van úszthoz, ő úgy érezte, hogy ez az ő ügye is, és a befejezés végül is még nem jött el, mert még az ökrökön kis utómunkálatok vannak, tulajdonképpen festeni kell őket, egy alapra tesszük rá, háttérbe éppen a fiúk kimérik az alapot, és akkor oda csinálunk, egy szép alapra lesznek ezek felrakva, kolomb lesz a nyakukon, láncok lesznek rajt, és akkor úgy menet közben jött meg az étvágy, hogy mi lenne, ha megóvnánk, hogyha nem úgy járnánk, mint az előzővel, hogy állagmegóvási problémák lennek, hogy mi történne akkor, hogyha megóvnánk az időjárás, hogy tudjuk megóvni. Hát régen is a kocsikat a szín alatt tartották, és akkor mi is azt mondtuk, hogy építünk fölé egy fészert. És ha már építünk egy fészert, a fészernek a hátulját, az északi részét, azt akkor azt valahogy be kell fedni úgy, hogy onnan verő eső, hó ne károsítsa idővel a fát. És akkor jött a következő ötlet, ha már ott van a hátsó fal, azt üzenőfalként tudjuk működtetni. Ma már nem olyan ismert Petőfinek ez a verse, maga a história, hogy is történt ez az egész dolog, azt meg már csak igazán a befektesek, a helyiek őrzik, és a hátuljára le akarjuk írni az egész históriát, egy térképet akarunk, az egyesület életéről szeretnénk majd ott. Tehát igazából szeretnénk tájékoztatónak használni azt a falat, és ismertetőnek. Míg a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója volt, fesztiválvárossá lett Szekszárd. A jelentős nagy rendezvények kiemelt szakmai minősítést szereztek. Az elmúlt 50 esztendő történetét feldolgozó sorozatunkban ezúttal Zsikó Zoltánnal beszélgettünk, aki azt mondta, az volt a célja, hogy a ház ne csak a megyében, hanem országos szinten is meghatározó legyen a közművelődés területén. A Babits Mihály Kulturális Központ életében változást hozott az a pillanat, amikor Zsikó Zoltán vette át az igazgatói stafétát. Számára nem volt ismeretlen a ház, hiszen népzenészként számos alkalommal volt lehetősége részt venni programokon.
Alsónyéki, bátaszéki fiatalként és népzenészként Babics Mihály Kultúrás Központ az mindig a kultúrának volt a szószoros értelembe vett központja itt Tolna megyében, a kultúrának a szentélye, ha úgy tetszik. Művészként, vagy előadó művészként, népzenészként is mindig nagy örömömre szolgált, amikor itt a nagyhírű szekszárdi fesztiválokon, vagy itt a Babics Mihály Kultúrás Központban adtunk koncertet a zenekarommal, hol egy prima díját adom, hol pedig más kiváló kulturális eseményeken. Szóval én azt gondolom, hogy a Babics az mindenképpen nem csak Szekszárdon egy nagy intézmény, hanem a Babicsot azt mindenképpen régiós szemmel kell nézni, és amikor én igazgató voltam, akkor mindig törekedtem arra, hogy a kulturális központnak a kapuit kinyissuk, és az országba megfelelő helyen tartsuk számon, és az országba megfelelő előkelő helyen tudjuk a Babics Mihály Kulturális Központot. Hogyha valamire büszke vagyok, akkor mindenképpen büszke vagyok arra, hogy azt gondolom, hogy kinyitottuk a kulturális központnak a kapuját. Számos konferencia, számos díjátadó, számos olyan bál, számos olyan esemény került megrendezésre itt a kulturális központban, amelyet korábban nem itt szerveztek meg. De büszke vagyok arra is, hogy azt gondolom, hogy ebben az időszakban szerveztük meg az ország legnagyobb vidéki fesztiváljait. Gondolok itt a szekszárdi szüreti napokra, a pünkösdi hal és vad ünnepre, vagy gondolok adott esetben a Hári János mesefesztiválra. A fesztivál várossá lett Szekszárd nagy rendezvényeit az országos szakmai szervezetek is elismerték. Gondoljunk csak bele abba, hogy minősített közművelődési intézmény díjat vehetett át az intézmény kultúrért felelős államtitkártól, aztán pedig egy olyan díjat kapott az intézmény Kásler miniszter úrtól, és Fekete Péter kultúrért felelős államtitkár úrtól, amelyet az országban csak egyetlen egy intézmény kapott meg a Magyar Kultúra napján. Gondoljunk csak bele abba, hogy valamennyi fesztiválunkat minősített fesztiválként tartják ma már számon az országban. A szekszárdi szüreti napok az ország második legnagyobb vidéki borfesztiváljává nőtte ki magát, és nagyon büszkék lehetünk arra is, hogy a Hári János Mesefesztivál az pedig Városmarketing Gyémánt díjat kapott néhány évvel ezelőtt. Mindehhez, mondja Zsiko Zoltán, egy rendkívüli elhivatottsággal bíró szakmai stábra volt szükség, olyanra, amelyben mindenki tudta, mi a dolga, és azt maximálisan el is végezte. Olyan időszak után lettem igazgató, amikor ugye nagyon sok kérdés volt, hogy igazgatóváltások, megbízott igazgató, ugye Matókné Kapási Júl, aki hosszú éveken keresztül kiválóan vezette a házat, és azt gondolom, hogy nagyon komoly szerepet töltött be, és tölt be jelenleg is a magyar kulturális életben. Utána voltak, azt hiszem, hogy sok kérdőjel volt. Ugye én akkor még Budapesten a Várkertbazárban dolgoztam, tehát kívülről szemléltem a szekszárdi eseményeket, de szerintem nem túlzok akkor, hogyha azt mondom, hogy nem volt gazdája. Igazán nem volt gazdája a kulturális központnak. Tehát amikor én belecsöppentem sokadik eredménytelen igazgatói pályázat után, amikor belecsöppentem itt a munkába, akkor én azt láttam, hogy a legfontosabb az az, hogy meg kell határozni a célokat, meg kell határozni az irányokat. És én azt láttam, hogy meghatároztuk azokat a célokat. Egy, hogy a Babics Mihály Kulturális Központot nem Szekszárdon kell nagyjátenni, még csak nem is Tolna megyébe kell nagyjátenni, hanem az országba kell nagyjátenni. Én a kulturális központtal kapcsolatban mindig azt a szemléletet vallottam, és meggyőződésem, hogy ez a ház, ez többre is, sokkal többre érdemes, hogy nekünk az országban lévő kulturális folyamatokat kell figyelembe venni, és az országos intézményekkel kell, a nagy intézményekkel kell adott esetben idézőjelbe versenyezni. Én mindig ezt a szemléletet tűztem ki célul, és azt gondoltam, hogy mindig ez a merjünk nagyok lenni, és nagynak is kell lenni. Tehát szerintem ez volt a legfontosabb, az egyik legfontosabb célkitűzésünk, amit azt gondolom, hogy szépen elértünk. A másik nagyon fontos pedig az, hogy a szekszárdi civil szervezeteknek legyen otthon a kulturális központ. Én a meggyőződésem, hogy Szekszárd az egyedülálló az országban azon városok között, akik a civileket a szívükön viselik, hiszen a kulturális központban azt gondolom, hogy minden segítséget megkaptak a civilek ahhoz, hogy jól tudjanak működni. Gondolok itt arra, hogy azon túl, hogy helyet biztosítottunk nekik, nyilván évtizedekkel ezelőtt is biztosítottak nekik helyet, de mi a pályázatok lebonyolításában, a pályázatok megírásában is, és egyéb szolgáltatásokban is mindig igyekeztünk nagy segítségükre lenni. A kultúra és a sport az egy olyan tevékenység, ami nem nagyon tud nyereséges lenni. Tehát alapvetően kettő részből tevődött össze a kulturális központnak a költségvetése, volt az önkormányzati bevétel és volt a saját bevétel. Mi el tudtuk érni azt, hogy a saját bevétele a háznak az több volt már adott esetben, mint az önkormányzat által adott bevétel. Tehát, hogy
viszonylag egy erős költségvetést tudtunk, és ne felejtsük el azt sem, hogy ahhoz, hogy egy évben 8 szabadtéri nagy fesztivált megrendezhessünk, ugye indult az év a május 1-jével a Retromajálissal. Utána folytatódott a Pünkösdi Fesztivállal, vagy a Hári János Mesefesztivállal, éppen attól függően, hogy az ünnepnapok hogyan jöttek ki a naptárban. Aztán ugye mindjárt tovább néztünk, jött egy Szent László nap. A Szent László nap után, ugye a júliusban volt egy kis szabadság, egy kis pihenő, jött az augusztus 20-a, aztán jött a városnapja, jöttek a szexádi szüreti napok, aztán a Márton nap és az advent. Tehát egy olyan szabadtér rendezvény naptárat kínáltunk a szexádiaknak, amely azt gondolom, hogy az országban egyedülálló. Nagyon fontos, hogy a politika és a kultúra között egészséges távolságot meg lehessen tartani, mondja Zsiko Zoltán. A legfontosabb az, hogy a ház a szekszárdi és a Tolna megyei emberek érdekeit ki tudja szolgálni. A jelenlegi nagyon nehéz vírushelyzet után a legnagyobb feladat az lesz, hogy az emberek visszataláljanak a Babicsba, és megteremtődjön ugyanaz a pezsgő kulturális élet a városban, mely minden időben jellemezte ezt a várost és ezt az intézményt, mondta Zsiko Zoltán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!